Ez a Hangok közt, a Magyar Zeneháza podcast műsora. Én Dinny és Dániel zeneszerző vagyok, és ebben a műsorban bemutatom a magyar zeneszerző társadalom tagjait 25-től 100 éves korig. Állandó szerkesztőtársam, Dargai Marcell zeneszerző, három személyre szabott meglepetés zenével készül, amelyek kapcsán vendégeimmel beszélgetünk komponálásról, alkotásról, életről. Mai vendégem Dobri Dániel, Artisiusz díjas zeneszerző, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar rezidens zeneszerzője és művészeti vezetője. Tevékenysége főleg a színház világához köthető. 32 éves. Szervusz, Dani! Szia, Dani! Üdvözöllek ezzel a Hangok közt podcast, amiben három meglepetés zenén keresztül fogunk beszélgetni az alkotáshoz fűződő viszonyodról. Mielőtt ehhez nekikezdenénk, az első kérdésem az lenne hozzád, hogy emlékszel-e a legelső hangra, amit leírtál zeneszerzőként? Nagyon-nagyon jó kérdés. Igazából ez több dologtól is függ, hogy mit nevezünk első hangnak zeneszerzőként. Na hát, akkor már is boncolgassuk a dolgot. Igen, hogy mikor gondoltam én, hogy én most zeneszerzőként írok le egy hangot. Na és mikor? Ez nálam elég későn volt. Aha. Tehát ez nálam bőven, hát olyan középiskolás éveimnek a legvégén, tehát én 18-19-20 éves koromban volt. Aha, mert addig, de és addig mi történt, vagy addig hogy volt? Hát addig is írogattam le hangokat, kotta papírra, meg egyetem papírra, de azért az nagyon más volt. Tehát, hogy én akkor arra, hogy én zeneszerzést csinálok most, vagy én most zeneszerző vagyok arra, őszintén szóval nem igazán gondoltam. Tehát azért nekem ez egy nagyon távoli dolog volt, még ilyen 18-20 éves koromban is az, hogy zeneszerző. Tehát annyira másfajta közegből jövök, meg annyira nem ebben nőttem fel, hogy most így utólag tudom realizálni, hogy nekem miben működött mondjuk gyerekkoromban is úgy az agyam, ami mondjuk hasznos a zeneszerzéshez, vagy amit ma vissza tudok idézni. Most már nagyon sok ilyen dolog eszembe jut, de hogy akkor én egyáltalán nem gondoltam, tehát nem, azt se tudtam igazából, hogy mi az, hogy zeneszerző. És akkor hogy rakod magadnak össze a puzzle darabokat, hogy jutottál odáig, hogy 18-20 éves korod környékén úgy valahogy oda vezetett minden, mert gondolom ez történt, hogy egyszer Igen. csak azt mondta, hogy akkor zeneszerzőként tudsz működni. A zene az mindig is foglalkoztatott gyerekkorom óta. Jártam zeneiskolába 6-7 éves koromtól, hegedűn tanultam, bár ez egy nagy szívfájdalmam, hogy én hegedűn tanultam, mert én nagyon zongorázni szerettem volna, de hát nem volt otthon zongoránk, és azt mondták a zeneiskolában, hogy az csak akkor lehet, hogyha van otthon zongora. Viszont volt egy rokonunk, egy távolabbi rokonunk, aki hegedűt tanít a Zalaegerszegen a zeneiskolában, és ezért én hegedűre lettem beiratva. Hát egy kicsit ebből a mai napig érzem egyébként a hátrányomat is, hogy nem tanultam meg olyan biztosan zongorázni soha. Tehát nyilván le tudok ülni a zongorához, és megoldom, megmutatom, amit kell, de hogy nincsen az a fajta magabiztosságom a zongoránál. De az csak mutatásban van a hátrány, vagy komponálásban magában is? Komponálásban egyáltalán nem gondolom hátránynak, inkább ilyen praktikusság szempontjából a mindennapi életben, mutatás szempontjából, igen. És figyelj, és amikor elkezdtél zenét tanulni, akkor semmifajta olyan dologra nem emlékszel, hogy akár hegedűn, akár bárhogy máshogy, hogy valahogy úgy elkalandoztál volna? De! tehát, hogy a zeneszerzés, mert mégis ez szokott lenni az alaptáplálaja. Folyamatosan elkalandoztam, abszolút tényleg az elejétől fogva elkalandoztam, aztán néhány évvel később került egy Roland szintetizátor a családba, amikor már húgom kezdett el zeneiskolába járni, és neki engedték, hogy zongorára menjen. Egyszerűen az élet az kegyetlen, nagyon és igazságtalan. Kegyetlen, jó. De figyelj, és az a kérdésem is, hogy láttál a családodban bárkit, aki egyébként alkotással foglalkozott? Nem kell, hogy zeneszerzés legyen, bármi mással. Nem nagyon. Édesapám úgy gitározgatott, de hát vagy hogy mi az, hogy alkotással? Hát, hogy akár csak szobrász, költő, bárki. Nem, hát édesapám, ő építőmérnök, tehát végül is
ott is azt láttam, hogy alkotással foglalkozik, igen, ül a CAD program fölött a számítógépnél, és épületeknek a statikáját tervezi. Édesanyám pedig, ő pedig inkább erről a másik oldalról, ami szintén egyébként része való az életemnek, ő magyar tanár egy falusi általános iskolában Zalaegerszeg mellett. Tehát, hogy akkor ez kisgyerekként te nem láthatál ilyen mintát magad, tehát, hogy valaki alkot is. Abszolút nem láttam kisgyerekként semmi ilyesmit. Most próbálok felidézni, hogy abszolút semmit nem láttam. 10 éves koromig én ilyesmit nem láttam. 10 éves koromban, ilyen 13-14 évesen a színházban találkoztam először olyan emberekkel, akik ilyen fajta, vagy ehhez hasonló alkotással foglalkoznak. És amikor te zenéltél a Hegedűn, ugye amikor tanultál, ezek az elkalandozások, ezek már improvizációszerűségek voltak? Igen, nagyon korán. És arra emlékszel arra, hogy az milyen, mi vezetett téged arra, vagy hogy miért, hogy tudtál ebbe elindulni improvizációt? Mert valaki egyáltalán nem improvizált, uh-huh, hogy ez neked hogy jött? Hát én mindig improvizáltam, meg mindig olyan gondolkozós, kitalálós, tervezős voltam, nem csak a zenében, hanem nem tudom, szerettem térképeket rajzolni, szerettem kis történeteket írni magamnak, egyáltalán szerettem rajzolni. Most nem rég olvastam újra a Ligetinek az, igen, írásait, a Kerékfi Mártonféle összegyűjtött. És saját maga is térképeket rajzolt, igen. Igen, és egy csomó mindenre úgy, most nem azt mondom, hogy olyan volt a gyerekkorom, de úgy sok minden ilyesmire magamra is ismerek, hogy nem is feltétlenül csak a zenébe, hanem ilyen egyéb műfajokban, így szerettem így eltervezni a vízióimat ilyen hosszú távon. És ez egyébként ma is így van, hogy nem csak a zenében szeretem a vízióimat úgy megtervezni, hanem más irányokba is. Tehát mit tudom én most például a zenekarvezetésre gondolunk, vagy akár a tanításra, vagy doktori írásra. Tehát úgy szeretem úgy. Tehát szeretek nagyon vizionálni, azt gondolom, hogy ilyen alapvetően ilyen kreatív típus vagyok, vagy elég nagy a fantáziám, és abban úgy nagyon bele tudok állni hosszú távon, hogy ilyen nagyon makacs meg konok tudok lenni, hogy azt végigvigyem, ami az én fantáziám, vagy elképzelésem, és akkor nagyon sokszor ez nem jön be, tehát hogy sokszor kiderül, hogy hát ez egy hülyeség volt. És amikor improvizáltál, akkor nem érezted úgy néha, még kisgyerekként, amikor elkezdtél zenével foglalkozni, hogy ezt úgy le kéne írni, vagy valahogy meg kéne örökíteni? De, és úgy korán el is kezdtem próbálgatni leírni dolgokat, de nem tudtam jól notálni. Az már inkább akkor jött, nem is a Hegedűnél, hanem amikor bekerült ez az ominózus Roland szintetizátor a családba, és akkor azon elkezdtem így leírogatni ilyen kis dolgokat. Sőt, olyat is csináltam, hogy a hatalmas üzleti érzékemet megcsillantsam előtted, bár ez nem üzlet volt, hogy általános iskolás alsós koromban jöttek be ezek a polifonikus csengő hangok a mobiltelefonokon, és mit tudom én, 400 forint plusz áfáért lehetett SMS-be vásárolni az éppen akkori Eminem, vagy nem tudom, 50 cent slágereket, és én ezeket, amikor emlékszem, hogy egyszer beteg voltam, és otthon voltam egy hetet, akkor elkezdtem ezeket bepötyögni a telefonba, ezeket a többszalmú hallás alapján, amit a, mit tudom én, az MTV-n vagy a Viva TV-n hallottam, és akkor ezeket megcsináltam osztálytársaimnak, haverjaimnak is. Szóval, és eladtad őket? Nem adtam, nem kértem, tényleg nem kértem érte pénzt, bár kérhettem volna most így utólag. Nem tudom, szívességet kértem érte cserébe, vagy valami. Tehát, hogy volt mindig egy ilyen dolog az életemben, és úgy elkezdtem persze úgy írogatni kis dalokat, meg ilyen-olyan kis nagyon pici dolgokat, de hogy arra nem gondoltam úgy, mint zeneszerzés, nem gondoltam úgy, hogy abból majd lesz valami az csak egy ilyen saját szórakoztatás volt? Igen, igen. És akkor hogy szívódott az egész folyamat odáig, hogy egyszer csak azt mondtad, hogy hát akkor végig is lehet, hogy zeneszerző leszek? Hát aztán jött az improvizáció konkrétan a jazz felől, igen, mert tehát, hogy én ilyen szempontból, tehát, hogy abba hagytam a zeneiskolát,
tényleg nem ilyen klasszikus zenei közegben nőttem fel. Tehát nem volt jellemző nálunk otthon különösebben klasszikus zene hallgatása. Operába 18 éves korom előtt el se jutottam. Tehát egyszer hihetetlen, hogy ma meg nem tudom, hogy van-e, ami közelebb áll hozzám, mint az opera, de hogy nekem arra nem volt lehetőségem addig, amíg nem kerültem fel Budapestre, Konziba, hát Zalaegerszegen hol hall operát az ember sehol. Tehát helyen, nincs ez a fajta élmény. Egyébként ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy ez eljusson minél több helyre, vidékre is ez a fajta élmény. Most itt a székesfehérvári zenekari munkámban is ez nálam egy ilyen nagyon fontos felhajtó erő, jaj, vagy inspiráció, mert nekem ezek későn jutottak el, de hogy jött a jazz, és ott az improvizáció, az kiderült, hogy ehhez nekem van közöm, meg van érzékem, és akkor én jazzgitárosnak készültem sokáig, és aztán szépen ilyen 18 éves korom utáni években rájöttem, hogy ezért ez nem feltétlenül ez való nekem, tehát én nem vagyok. Mármint nem a jazzgitározás. Hát igen, mert hogy egy bizonyos szintig el tudok benne jutni, de addig a szintig, amit én elképzelnék magamnak, hogy az nekem egy megfelelő szinten a szakmailag, éreztem, hogy én ebbe el fogok akadni valahol, nem tudom, egyszerűen nem olyan az agyműködésem, vagy manuálisan a kezem nem olyan, nem tudom, de éreztem, hogy ebben van egy elakadás. Viszont akkor már írtam elsősorban a színház révén, mert a színházzal kerültem kapcsolatban a zeneszerzéssel, még középiskolás koromban Zalaegerszegről, ott a Bagó Bertalan meg a Bereményi Géza vezették akkor a színházat, és tényleg az volt a városban az egyetlen olyan kulturális közeg, amiben én be tudtam kapcsolódni, meg volt nekem egy jazz zenekarom akkor Zalaegerszegen, és a színház felől jött aztán a zeneszerzés, tehát hogy először még csak úgy gitározgattam előadásokba, aztán irogattam ilyen kisebb dolgokat, aztán már felkértek ilyen teljes kísérőzenéknek a megírására, és akkor volt egy-két olyan dolog, ami úgy bejött, de ösztönösen, tehát úgy, hogy ilyen autodidakta módon képeztem magam, mint zeneszerző, egyébként mint jazzgitáros képeztem magam intézményi kereteken belül is. De hogy úgy kialakult, hogy azt hiszem, hogy úgy rájöttem, hogy az én személyiségemnek talán ez a legmegfelelőbb időtöltés. És emlékszel arra a pillanatra, amikor azt tudtad mondani, hogy oké, akkor innen, amikor én ezt a darabot írom, akkor tulajdonképpen itt már eldöntöttem, mert azért ez egy felnőtt kori döntés, hogy akkor itt eldöntöttem, hogy akkor mostantól ez zeneszerzésnek számít. Aha. Tehát nem alkalmazottnak, nem olyan, mint a színházi dolog, ami nagyon sokszor alkalmazott zeneszerzés, és ugye ott nagyon sokan vannak, akik kvázi nem zeneszerzők, de mégiscsak csinálnak, hogy amikor ez nálad átlépte azt a határt, hogy akkor oké, akkor mostantól zeneszerzés. Hogy emlékszel erre, hogy ez a döntés mi vezetett idáig? Hát több ilyen pont is volt. Emlékszem, amikor még nem volt ilyen művem, de én már tudtam, hogy mondjuk lesz. Tehát volt egy ilyen előkép is, vagy előpillanat. Az valamikor akkor volt, amikor elkezdtem konkrétan zeneszerzést tanulni. Mondjuk azt hiszem, hogy akkor voltam 20 éves, és akkor a Madarász Ivánhoz kezdtem el járni, aki egyébként a Konziba zeneelméletet és analízist tanított nekünk, mint jazz tanszakos konzisoknak a Bartókban. És nem jártam hozzá sokáig, de volt néhány olyan pillanat. Akkor ott konkrétan stílusgyakorlatokból, stílustanulmányokból kezdtünk el felkészülni, tehát menüettet írni, romantikus dalt, Kuprer Rondót, és akkor én éreztem, hogy nem éreztem azt, hogy én ebbe különösebben jó lennék, mondjuk a stílus tanulmányok írásában, mert egyszerűen, tehát tényleg nekem ez nem volt a fülembe, a mai napig sincs úgy a fülembe, mondjuk a klasszika. A stílusokról beszélünk. Igen. Tehát a mai napig nincs úgy a fülembe, mint valakinek, aki ebben nőtt fel, és csúnyán mondva zongora alá született, vagy zongora mellett nőtt fel. Én nekem ez nem volt, tehát hogy ez olyan szinten zsigerileg nem lesz bennem, nekem más honnan tevődik össze a, tudom én, örökségem, vagy az, amiből vagyok. De hogy azt viszont éreztem, hogy ezt szeretem csinálni, és ezt jó csinálni, és ebbe tudok fejlődni, és ebbe gyakorlatilag a
határoz a csillagoség, mert bármeddig el lehet jutni. És amikor ez tulajdonképpen ilyen napi melóvá vált, meg munkává, hogy zeneszerző legyél, akkor azt érezted, hogy tulajdonképpen itt most megérkeztél, és ez volt az, amit mindig is vártál erre. Nem. Nem, hát én ilyet nem érzek, szerintem én nem is fogok soha se érezni. Aha. Nem, hát aztán volt egy ilyen jól sikerültebb mérföldkő egy munkába. Például az első ilyen nagyobb alkalmazott színpadi zene, az a Lír királynak a kísérő zenéje volt, amiben Cserhalmi Györggyel és Bagó Bertal rendezésében ott egy például egy 20 fős katonazenekar volt a színpadon, és erre a katonazenekarra írtam kísérő zenét, de hogy ott éreztem például, hogy ez egy zeneszerzői feladat, mert egy olyan lehetőség, mind zenedramaturgiailag, mind mondjuk akár hangszerelésileg, meg zeneszerzőileg, amiből én nagyon-nagyon sokat tudtam így élesben profitálni mondjuk egy ilyen helyzetből. Aztán a Zeneakadémia, az nyilván az egy más időszak volt, mert nekem a Zeneakadémia az csak azután jött, hogy én már dolgoztam színházban több helyen, mint zeneszerző. A Zeneakadémia az inkább arra tanított meg engem, hogy hogyan lehet ihlet vagy inspiráció nélkül dolgozni. Hogy hogyan tudok úgy dolgozni. Szépen hogy... mondva, a szakmai részére tanított meg. Így van. Végül is igen, de valószínűleg igen. Ez mindenkinek így van, hogy hogyan lehet, ha fél órád van egy buszon, vonaton, repülőn, hogyan tudsz akkor is komponálni abból az 5 darabból valamelyiket, amit épp vinned kell a jövő hétre, órára, valamelyik stílusgyakorlatot, vagy bármit, és akkor mellette még a színházi munkák, szóval egy ilyen nagyon praktikus lettem azokban. És te láttad valaha előnyét vagy hátrányát annak, hogy a színházból érkeztél a zeneszerzés felé? Én igazából azt hiszem, hogy előnyeit biztos, hogy látom. De ez megint típus kérdése, tehát hogy én mindent próbálok azért az előnyömre fordítani, vagy a javamra fordítani. Uh-huh. Én nagyon sokat tanultam a színházból, nagyon sokat tanultam rendezőktől, olyan dolgokat, amiket zeneszerzőként is én egészen konkrétan tudok azt hiszem hasznosítani. Mondasz erre egy példát? Erről most nagyon-nagyon hosszan tudnék beszélni. De kicsit röviden beszéljünk róla. Aha. Hát, hogy én nagyon egyébként a doktorimnak egy részében is ezzel foglalkozom, hogy mit jelent egyáltalán az, hogy zenedramaturgia, és hogy mit jelent az, hogy történetmesélés a zene nyelvén, egy absztraktabb nyelven, mint a beszéd, hogyan lehet történet, vagy az írás, hogyan lehet ennél absztraktabb nyelven történetet mesélni, és mondjuk ilyen konkrét folyamatoknál a zenében én ráismerek olyan fajta gondolkozásmódokra is, amit mondjuk egy mondjuk a Bagó Bertalantól vagy a Bereményitől tanultam meg, egy olyan fajta metódus vagy olyan fajta gondolkozásmód, hogy hogyan lehet valamit egyenesen és egyszerűen és világosan közölni egy bármilyen formába, legyen az zenei forma, vagy legyen az egy színdarab, vagy legyen az valamilyen irodalmi forma. Ebben én nagyon korán megtanultam azt, hogy hogyan kell világosan egyértelműen fogalmazni, azt hiszem. Tehát magyarul, hogy a színháznak a dramaturgiát, tehát ahogy jönnek egymás után a cselekmények, ahogy a jelenetek váltják egymást, és hogy melyik jelenet milyen hatása van egymásra, ezt próbálod meg valahogy rákopírozni, vagy valahogy ennek a fogásai próbálod meg áttenni zenében, ha jól értem a szavaidat. Igen, de azért ez nem mindig egy ilyen nagyon konkrét dolog. Tehát nem is így gondolom, csak olyan hatásmechanizmusra de azt hiszem, hogy igen, és akkor én ennek elkezdtem utána olvasni, meg foglalkozni, ez hogy egyáltalán mit jelent az, hogy zenedramaturgia, mert annyit használjuk ezt a kifejezést, hogy zenedramaturgia, van erre egy egyértelmű normális definíciónk, hogy mi ez? És csak azért kérdezem, mert ugye egy Bachnak is van zenedramaturgiája. Persze, de közös sincs, csak köze sincs a színházi zenedramaturgiához. Hogyne. Azért próbálom ezt valahogy megfogalmazni, hogy esetekben ez mit jelent. De ez valószínűleg ez nem is számít, tehát, hogy attól még az én zeném nem lesz dramatikusabb, vagy drámaibb zene, mint bárkinak a zenéje, aki nem így gondolkozik. Ez valószínűleg ez csak egy olyan dolog, hogy én ehhez tudok visszanyúlni, vagy ehhez tudok visszakapcsolni, és ezzel egyébként a Arnon Kurt foglalkozott, meg a beszédszerű zenében így van,
van, és aztán ezzel az én egykori doktori témavezetőm és zeneszerzés tanárom, a Tallér Zsófia is foglalkozott nagyon sokat az ő doktoriában, illetve van egy könyve is ezzel a témával kapcsolatban, hogy hogyan működik, mik ezek azok az elemek, amik a zenedramaturgiát befolyásoló tényezők a zenében, és akkor a Harnoncourt úrt itt négy irányt jelöl meg ebben a Beszédszerű zene című könyvében. Az első irány, az a legprimerebb irány, az a hangutánzás, tehát mondjuk, mint az első ilyen zenedramaturgiai kategória, ő azt mondja, hogy az állathangoknak, a madárhangoknak az utánzása az a legegyszerűbb. Akkor a második kategória az a képeknek a megjelenítése a zenén belül, tehát hogy lehet mondjuk egy vizuális dolgot egyértelműen lefordítani a zene nyelvére, ez már mondjuk egy sokkal bonyolultabb, meg összetettebb dolog, de azért, hogyha tényleg a francia impresszionizmus nézzük, vagy akár úgy általánosságban a francia zenét, ott mindig volt egy ilyen fajta megközelítés szerintem. A harmadik, azt úgy mondja, hogy a zenén kívüli dolgok megjelenítése a zenén belül, és akkor ide konkrétan a Harnoncourt a Vivaldi négy évszakból hoz egy példát, amikor van valamilyen történet, tehát hogy van valamilyen program a zene mögött, de az egy olyan zenei szituációban nyilvánul meg, hogy hülyeséget fogok mondani, mert nem tudok konkrét példát idézni, nem tudom most a konkrét példát, de hogy mondjuk pianissimo játszik a cselló, és közben fortissimo játszik az összes többi vonós, de ennek van valamilyen dramaturgiai oka, hogy miért játszik pianissimo a cselló, de ez nem biztos, hogy hallatszik a zenében, vagy nem tudom mondjuk a Bartóknál az aranymetszés, amikről a Lendvai Ernő könyveket írt, hogy az mennyire van annak köze a természethez, mennyire hallatszik konkrétan ez a zenében, egyáltalán kell-e, hogy hallatszódjon. De egyébként az Ötvös is nagyon gyakran gondolkozik így, és nagyon gyakran nyúl ilyen zenén kívüli dramaturgiai eszközökhöz, és lehet, hogy az csak neki fontos, lehet, hogy az másnak utána nem fontos. Szóval ez a harmadik kategória, és akkor a negyedik kategória az a zenével való párbeszéd, amikor azt mondja, amit például szintén mondjuk kollégák közül a Balogh Máté gyakran csinál a darabjaiban, hogy hogyan tudsz egy zenei frázissal dialógust vagy monológot folytatni, hogyan tudod konkrétan egy hangszernek a dikcióját, frazeálását lefordítani egy beszédszerű zenévé, és ez pedig a barokk operához eredezteti a Harnoncourt, hogy akkor ő szerinte annyira fülben voltak mondjuk a nagyobb slágeroperáknak a slágerei, hogy az azokból kiragadott kis zenei frázisok, hangszeres zenei frázisok, amik átlettek ültetve hangszerekre, mondjuk a kornak a hangszeres zenébe, azok ugyanezt jelentették, tehát tudatalatt ugyanazt a jelentést hozták elő a hallgató füléből. Ja, és akkor tulajdonképpen ezeket próbáltad meg te is használni a saját zenébe. Hát inkább fordítva, tehát hogy olyat én nem nagyon csinálok, hogy mondjuk valaminek utána nézek, mondjuk ilyen tudományos szempontból, és akkor azt próbálom meg tudatosan alkalmazni, inkább fordítva. Mindenkit elér a tudatosság azért. Hát igen, de inkább fordítva, inkább vissza észreveszem azt, hogy így próbálok gondolkozni. Világos. De igen, persze, hát azért biztos, hogy egyre tudatosabb az ember. Akkor mit csinálsz, hogy meghallgatjuk az első zenét, amelyik reflektálni fog a jazzgitáros módádra, méghozzá egy szóló Lant darabot fogunk meghallgatni, méghozzá Silvius Leopold Weiss-nak, a D-dur Lant szvítjében fogunk meghallgatni egy passzakájából egy részletet. Aha. Úgyhogy gyere ezt meghallgatni, és utána meg beszélünk róla, hogy miért is ezt hoztam el neked. Rendben. Thank you.
és így tovább, és így tovább. Így van. Azért gondoltam ezt, meg azért gondoltuk a Marcival, hogy hozunk neked egy ilyet. Én rá szeretnék arra nálad kérdezni, hogy jazzgitározásból, hogy mi az, amit át tudtál emelni, mert biztos, hogy van olyan, amit át tudtál emelni a zeneszerzés, úgymond a komolyabb zeneszerzés, mondjuk ez, de hát ez maraság, de mondjuk ezt, hogy annak a világába. Illetve ugye, hogy itt az is ezt a passzakáját hoztuk, mert tulajdonképpen ez az akkordmenet fölötti variációsorozat, illetve improvizálás, ugye ez is a jazzgitárhoz leginkább közelebb álló dolog. És hogy tulajdonképpen hogy ez a fajta zenélés, vagy ez a fajta muzsikálás, ez hogy szüremkedett át, vagy átszüremkedett egyáltalán a dolgaid, későbbi dolgaidba? Abszolút, és nagyon jó a példa, most kedvet is kaptam, hogy láncfiteket gitározzak. Egyébként volt, igen, ilyen 18 és 20 éves koromban azért elég sok Bach Lanzvit átiratot végig játszogattam, meg gyakoroltam, voltak ilyen évek. Egyébként, hogy konkrétan, mint variációs forma, az hogyan jelenik meg az én zenémben, ebben nagyon bele találtatok a Marcival, mert nagyjából minden darabomban én valamilyen szinten egy variációs formában gondolkozom. Aztán lehet, hogy a vége nem úgy néz ki, mint egy variációs forma, de hogy nekem volt a variációval, konkrétan a passzakájával egy ilyen nagyon erős élményem első éves zeneakadémista koromban a Barta Gergőnél, amikor is az volt a feladat, hogy passzakáját kellett volna írni, tehát rendes szabályos passzakáját. Ám én elkezdtem egy La Folla variációs sorozaton dolgozni, ami hát nem egy stílus tanulmány lett, hanem így a mai szemszögből értem ezt a stílus, tehát elkezdődött egy ilyen nagyon minimál baroknak mondható variációs forma, amiből aztán lett egy ilyen nagyon, hát nem is tudom, neobarok, vagy minimalista, vagy ilyen posztbarok. Vagy poszt, neoposzt, minimalista, valami saját dologgá futott ki ez az egész, és akkor azon nagyon jó volt a Barta Gergővel dolgozni, és akkor utána kellett írnom rendesen. Egy rendesen. Igen, de, nem engedj el az a kérdést. Nem, de hogy ennek ellenére ez egy nagyon jó élmény volt, hogy ez a forma, ez nekem otthonos, éppen valószínűleg a jazz miatt, meg a gitár, meg az improvizáció, meg az ilyen a harmónia körökben való gondolkodás miatt, ez könnyen egy otthonos és kényelmes terep volt nekem. Tehát ezek akkor ezért átszüremkedtek ki? Abszolút. Tehát egyrészt ilyen szempontból is átszüremkedett a jazz, másrészt meg egészen biztosan, hogy minden darabomnak a harmónia világán, ami mondjuk egy olyan esztétikai dolog, ami sokszor hiába van előre szerkesztve, meg kitalálva, de azért akkor is valahogy az én ízlésemből következik. Abban biztos, hogy mindig van egy ilyen jazzes beütése a harmóniáknak, amiket használok. Amiket használsz, egyik helyen azt nyilatkoztat, hogy a komponálás első szakaszában a zongoránál jegyzeteket készítek, kitalálom a hangzásokat, amiket dolgozni szeretnék, és összeállítok egy hangzástérképet. Ez nagyon érdekelne. Mit jelent a hangzástérkép? Igen. Mert ha jól értem, akkor az oké jegyzetek, de hogy nem a hangokkal kezdesz el foglalkozni meg először, hanem először valamilyen víziód van arról, hogy mi hogy fog szólni. Igen, először, és mondjuk nem is feltétlenül mindig a zongoránál, de általában a zongoránál, először van egy, tehát hogy van egy hangzás, a darabnak egy hangzása, amiből én szeretnék egy rendszert. Ezt hogy tudnád leírni, hogy te a hangszerelésre gondolsz, vagy különböző felrakásokra a hangszereknek a különböző variáció, vagy hogy kell elképzelni? Inkább egy összhangzattani rendszer. Egy összhangzattani igen, rendszer. Tehát egy tehát a hangoknak a relációja, az akkordoknak, hogy mik azok a hangok, amik mondjuk központibb funkciót töltenek be a darabba, mik azok, amik mondjuk periférikusabb helyen vannak a darabba, mondjuk hogyan lehet ezt akár funkciókra lefordítani, akkor hogyan van ez. Ez inkább egy hangnemterv, amiről beszélgetünk. Hát... aztán ebbe akkor elkezdek valamit felrakni, mondjuk a dinamika szempontjából is, a hangszerelés, vagy a hangszereknek a sűrűsége szempontjából, tehát nem igazán egy hangnemterv,
sokszor hangnemtervből indul ki, de nem is mindig abból indul ki, hanem egy ilyen nagy, tényleg egy ilyen térkép, hogy ilyen nyilakkal, meg mindennel, hogy hogyan néznek ki mondjuk nagy vonalakban a relációk, vagy a különböző hangok, dinamikák, részek, harmóniák közti viszonyok. Tehát hogy ez aztán össze-vissza borul utána a komponálás során. És ez kell neked, hogy lássad előre, mielőtt elkezded az egészet? Hát igen, ahhoz kell nekem valószínűleg, hogy egyáltalán tudjak valamiből elkezdeni dolgozni, vagy kiindulni. És amikor ez, csak ez nagyon érdekel engem, hogy amikor viszont a hangzás térkép, ahogy te hívod, hogy ez így elkezdesz ezen dolgozni, akkor mik azok ha úgy tetszik, ihletet adó, vagy ötletet adó dolgok, ami alapján azt mondod, hogy na ez a hangzás, ez a darabhoz most jó lesz, amit most innek, ez meg az lett, tehát hogy mik azok, amik összefüggést teremtenek a kettő között? Hát sokszor az, hogy mi az, ami nekem tetszik. Tehát, hogyha mondjuk leülök a hangszerhez, és mi az, ami nekem tetszik, vagy ami igen, ez sokszor egy szubjektív. Tehát, hogy nem egy ilyen filozófikus munka, hogy akkor te most éppen ezt akarod kifejezni, és itt valamit megfogalmazható dolog van, amit szerinted ez az akkord a legmegfelelőbb, hanem inkább csak fülután hallod igen, a dolgokat. Igen, nekem ez nem jött be az instrumentális darabjaimnál, képzeld el ez a fajta filozófiai megközelítés. Hát nem, mert előbb is mondtad, hogy ezt a programzenét, ugye, tehát akár a Berlioz féle, hogy akkor most elmegy és meggyilkolja, gondolja ő magába, és ez a történetet elmesél, és ahhoz keres valamit. Tehát akkor nem ez a fajta. Hát ez megint egy nagyon érdekes kérdés egyébként erről. Pont most beszélgettem egy nagyon jó zeneszerző barátommal, a Lázár Danival sokat, hogy ez mondjuk hogyan van nálam, vagy akár nála, hogy valamennyire azért én biztos programokba gondolkozom mindig, de amikor én megpróbáltam ilyen nagyon konkrét program szerint darabot írni, néhány évvel ezelőtt a Mozart Grand Partitának a Besetzungjára, ami ugye 13, hogyan van? 13 fúvós plusz, nem, vagy 12 fúvós plusz egy bőgő, vagy fagott, igen. És erre írtam a Grand Partita mellé egy pár darabot, és akkor úgy nagyon program szerint, tehát írtam egy sztorit, Mozarthoz kapcsolódó kis sztorit, az a cím, hogy Mozart elsüllyed egy pohár vízben, ez a cím a darabnak, és akkor én ezt megpróbáltam megírni egy 8 perces vagy 10 perces darabban. Hát nem tudom, hogy az utóbbi évekből van-e még olyan darab, amit nem, ennyire nem vállalok, mint az a darab. De akkor miért adtad ki a kezed közül? Hát mert akkor jó ötletnek gondoltam. Ja, jó ötletnek. És meghallgattam, és utána jöttem rá, hogy ez így mellé ment. Mert még akkor is, tudod, amikor meghallgattam, még az volt bennem, hogy mi az a sztor. Tehát, hogy ilyenkor összezavarodik ez az emberben, hogy mi az, amit ő lát, ha gondol bele. Jó, de bele, nem csak ilyenre gondolok, amik ilyen ennyire konkrét sztorik, hanem hogy akár egy ilyen filozófiai dolgot is, tehát hogy akár érzelmeknek a kifejezését, akár valami filozófiai gondolatnak a kifejezését, tehát akár ilyenekre is gondolok, mint program. Hát igen, ez mondjuk nagyon van nálam, hogyha van valami külső segítség, akár szöveg, akár most fejeztem be egy balettet, ami most majd Szegeden lesz jövő héten bemutatva, ami például egy Petőfi témába kellett választani egy művet. Én a Petőfinek van egy a Szerelmes tenger című balladája, nem egy ismert Petőfi mű, egy nagyon-nagyon szép ballada, ahol egy lány kötöget a tengerparton, és a tenger folyamatosan beszél hozzá, de nem érti a tengernek a szavát, nem érti ezt a nyelvet, amin a tenger beszél, viszont ő várja a szeretőjét, aki egy matróz, megérkezik a szeretője, megtörténik, ami megtörténik, majd másnap reggel a szeretője ott hagyja ezt a lányt egyedül a tengerparton, és kihajózik, elhajózik a tengeren. Mert ez mégiscsak egy operai történet, amit kvázi ábrázolni kell, hát nem? Igen, de hogy ez például egy olyan történet, tehát hogyha... Hát igen, de itt se kell azért feltétlenül mondjuk olyan nagyon konkrétan a történetet ábrázolni talán egy balettben. Tehát, hogy nekem ez úgy néz ki, hogy a balettnek az első fele az
a zene nyelvén leírja ezt a történetet, de azért elég zenei történetről van szó, tehát ez szerintem könnyű dolgom volt ilyen szempontból. Aztán a második fele meg leírja azt, hogy az a történet vége, hogy ez a lány belefolytja magát a tengerbe, egy idő után megérti a tengernek a hívó szavát, és eltemeti a gyalázatát a tengerben, és akkor a darabnak a második feléből megírom, hogy mi történik a tenger mélyén, tehát mi a pszichoanalitikus konklúziója ennek a történetnek itt a fiú, a tenger és a lány között. És ez segített, amikor ezt így elhatároztad, és így megfogalmaztad magadban, hogy mit ez segített? Igen, igen. Tehát nekem az sokat segít, még ha nincs is ilyen konkrét szöveges program, de igen, nagyon jól rávezettél a kérdéssel, hogy mit akartam mondani. Most már akkor meg tudom fogalmazni, hogy a program az nem feltétlenül egy konkrét program, vagy a történetnek az elmesélése, de ha nincs ilyen konkrét program vagy történet, hanem tényleg hangzásokból próbálok egy dramaturgiát összerakni egy hangszeres darabnál, akkor is nekem nagyon sokat segít, ha szavakba előtte megfogalmazom magamnak tisztán, hogy mi az, amit akarok csinálni. Én mondtál egy ilyet is, hogy nem ragaszkodom, és csak kíváncsi vagyok, hogy zeneszerzésre is igaz-e, nem ragaszkodom konokú célokhoz, elképzelésekhez, inkább próbálom átértelmezni a környezetem üzeneteit, és általában könnyedén módosítok irányt. Wow. Ezt mondtál egy ilyen mondatot. Nem feltétlenül zeneszerzés kapcsán mondtál egy ilyen mondatot, aha, hanem itt a zenekarvezetés kapcsán. Csak marhára kíváncsi vagyok, hogy ez vajon ez a zeneszerzésedben is van egy ilyen, hogy elhatározod, amit mondtál, ez a hangzástérképet, és utána elindítod, és azt mondod, hogy hú, hát ez nem egészen arra ment, oké, akkor megyünk más. Tehát, hogy inkább azért figyeled ezt a kis melót, vagy ezt a kis területen folyó munkát, tehát nem ragaszkodsz hozzá, hogy ez mindenképpen odaérkezzen. Abszolút, szerintem az én életemnek, remélem, hogy a minden területére érvényes, legalábbis próbálok így élni, meg így gondolkozni, hogyha van egy ötletem, gondolatom, és azt elindítom, akkor nem az van, hogy én rögeszméssel ragaszkodok az én prekoncepciómhoz, meg elképzelésemhez, hanem van egy pont, amikor elkezdem figyelni, hogy hogyan alakulnak a dolgok, hogyan alakul az anyag, a zenei anyag, és akkor ahhoz képest hagyom magam befolyásolni a történések történtek által. De mindenben én próbálom, nekem ez egy ilyen alap filozófiám, azt hiszem. Meghallgatjuk a másik darabot, és ott is fel fogjuk követni egy pár ilyen kérdést. Méghozzá ez egy, ami, ahogy tudom, hogy nagyon olasz imádó ember, vagy egy kicsit máshonnan fogjuk meg az olaszokat. Ez a Luigi Nononak lenne a Liebeslied nevezetű darabjából egy részlet, és akkor utána még meg is fogunk is erről beszélni, hogy miért ezt hoztam. Kicsit halk a dolog, de ilyen a darab. Thank you.
Ennyi a darab. Ismerted egyébként ezt a darabot? Igen. Azért gondoltuk mi ezt, hogy elhoznánk. Hát egyrészt ugye róla lehet azért tudni, hogy nagyon szereted az olaszokat, és hogy itt a lofil, azt hiszem ezt így hívják, hogy lehet. Ilyen ember vagy. De hogy ezt a dolgot azért szerettem volna, mert hogy van ebben a Liebeslied-ben egyrészt egy nagyon érdekesen építkező monódikus elképzelés, tehát hogy magyarul ez az egy szólamuság, ami csak egy-két helyen van egészítő ütőhangszerekkel, de ennek végig van egy drámaisága, akárhogy is nézzük, illetve van egy olyasfajta dramaturgiája, ami végig nagyon olasszá teszi a dolgot, és ezek a nagy gesztusok, ezek a nagyon expresszív ügyek, amik vannak, és ezek abszolút az érzelmeknek egy bizonyos fajta kifejeződése. Uh-huh. És hogy ugye te is ugye írtál egy operát, ugye ez a római időszakodból. Igen. Lehet ezt római mondani? A római korszakodból. és hogy nagyon vonzott e felé a megfogalmazási rendszer felé, illetve ugye ez a fajta nagyon zenedramaturgián, tehát ez a nagyon erőteljes gesztus a zenedramaturgián alapuló zene felé. Uh-huh. Hogy kapcsolódik nálad az olaszokhoz, illetve ehhez a fajta zenéhez? Hogy kapcsolódsz te akár érzelmileg, akár komponálásilag? Na, érdekes, mert most, ahogy miközben tetted fel a kérdést, elkezdtem gondolkozni, hogy én például az olasz zenével állok-e valamilyen különösebb kapcsolatban. És nem biztos. Tehát, hogy például azt hiszem, hogy a francia zene az sokkal közelebb áll hozzá, mint az olasz zene. Vagy mondjuk akár az amerikai zene, nyilván, vagy angol szász, a brit zeneszerzők, nem tudom, a Thomas Adész mondjuk nagyon közel áll hozzám a mai zeneszerzők közül, de tényleg a franciák közül is tudnék mondani. Na most nem akarok ott egyet kiemelni, mert ott meg nagyon sok van, de mondjuk ha csak a századfordulót nézzük, akkor mondjuk Ravel nagyon sokkal közelebb áll hozzá, mint mondjuk Puccininek vagy Verdinek a zenéje. Akár. De valamiben csak táplálkozik ez az olasz szeretet, mert nagyon sokszor hangot adtál ennek különböző interjúiban. Igen. A nyelv az nagyon közel áll hozzá, maga az olasz nyelv, meg maga az életmód is, egyébként az irodalom is, és a költészet is, és a film is nagyon-nagyon közel. Csak a zene nem. Pont a zene, most, hogy így belegondolunk, tehát nem tudom, Bériót nagyon szeretem, Bérióval viszonylag sokat foglalkozom, szeretem, mondjuk úgy. Sarinót is szeretem. Pont Luigi Nonóval sokat én nem foglalkoztam eddig, de majd talán a jövőben. De hogy biztos, hogy igen, valahogy a nyelvből, meg a kultúrából, vagy ugye a hely szelleméből következően biztos, hogy van egy sajátos dramaturgiája az olasz létnek, és így az olasz zenének is, tehát nem hiába az operának is egy nagyon jellegzetes formája onnan jött. Hát meg ugye ez egyetlen a színházi kultúrának ugye egy nagyon erőteljes formája. Igen, csak azért nehéz erre válaszolni, mert ma már ez nagyon nincsen az olaszoknál. Nagyon szomorú ezt mondani, de hogy ma már nagyon elvétve van. Ha van, akkor nagyon van viszont. Világos, igen, de nem tudom, én is azért dolgoztam párszor kint, és azért az a fajta, nem tudok rá jobb szót, őrület, a szerelemnek az őrülete, ami a színházban megmutatkozik, a színház irányába. Aha. Tehát egyszerűen őrületesen szerelmesek a magába a színház műfajba, hogyha operáról van szó, bármilyen fajta operáról, és azt a fajta odaadás viszont én alig-alig találkoztam máshol a világon, pedig hát jártam egy pár helyen, ugye már csak feleségem által is, de hogy egyszerűen egészen elképen lenyűgöző nekem az a szerelem, amit éreznek a színház irányába. Szerinted ez a franciáknál nincsen például? A franciáknál is van, csak azt gondolom, hogy a franciák egyel okosabbak ennél, ahogy tetszik. Tehát hogy ők nekik a filozofikusabban gondolkoznak az egészről, és ott eszmék vannak. Az olaszoknál soha nem találkoztam eszmékkel, én mindig csak a teljesen tiszta és mindentől mentes szerelem. Tehát ez egy nagyon nagy különbség volt, amikor én dolgoztam. Nem is biztos, hogy okosabbak, de az biztos, hogy szelídebbek szerintem. Igen, de mindig van valami nagyon gondolom, ami rafinált gondolatában a franciáknál, és van valami eltartás, valami nagyon megfogalmazott. Az olaszoknál te
teljesen a vad szerelmet láttam a saját műfajuk iránt, amit operának hívnak. Ez igaz, igaz. De hogy ez a fajta szelítség, ami mondjuk az olaszokban van, de akár a politikában, vagy a nem tudom, társadalmilag is, vagy uh-huh. de hogy egyébként a zenéjükben, meg minden más művészetükben is ez a szelíd mániákusság, vagy nem tudom, ez nekem azt tetszik nagyon. Aha. Tehát, hogy a szelítség maga is tetszik benne, aha. De közben a szélsőségesség is, tehát az érzelmesség is. Valószínűleg én is ilyen, típus. Tehát, hogy a személyiségemhez ez közel áll, igen. Ja. Egyébként meg mondjuk a mai olasz zeneszerzők közül is egyébként most így belegondolva, tehát például a Francesco Filidei-nek a zenéje abszolút érdekel, uh-huh. meg foglalkoztat. Tavaly hallottam Párizsban egy operáját, ez a L'Inondation, nem biztos, hogy jól ejtem, Áradás című operája, szerintem régen láttam ilyen jó kortárs operát, nagyon érdekes darab volt, tehát hogy például ő tökre érdekel, vagy a Stefano Gervasoni, ő szintén most volt itt az Ötvös Alapítványnál tavaly, neki is szerintem nagyon izgalmas a zenéje. Hát ezek az olasz zeneszerzők, ezek már mind Párizsban élnek réges-rég, sajnos, vagy nem sajnos, nem tudom, de mondjuk én Rómában voltam sokat, meg délebre, tehát Nápolyban és Dél-Olaszországban, ott is vannak időnként játszva darabjaim, és azért ott nincsen ennek egy ilyen intézményes kultúrája. Uh-huh. Tehát nálunk sokkal jobban van mondjuk még mindig. Tehát akkor inkább Olaszország fogott meg, mint a zenéje, ha jól sejtem a válaszodból. Hát... Igen, tehát hogy nem a zene felől indult az, hogy én Rómába akarok élni, ösztöndíjas lenni, dolgozni. Ez nem a zene irányából indult egyáltalán. Az abból indult, hogy voltam egyszer Rómába, és észleltem, hogy ez a mi európai kultúránknak, hanyatló európai kultúránknak egy olyan tárháza, ami itt van, hogy engem annyira érdekel az európai kultúra, annyira szeretem az európaiságot és az európai kultúrát, hogy nekem ezzel muszáj találkoznom, és muszáj megismerkednem. Bilányos. Ennek minden, tehát, hogy nekem magyarul muszáj, hogy legyen az életemben olyan 2 hónap legalább, amikor minden nap bejárhatok a Vatikánba, meg a Sixtus kápolnába, hogy felfoghassam azt, hogy mi az európai kultúrának ez a része, és hát ez megadatott, ez a lehetőség. És meg tudod fogalmazni, hogy magad számára, hogy tudtad ezt lefordítani? Hogy mi benne az ennyire fontos neked? Mármint magában az európai kultúrában? Így van, tehát hogy ezzel így tudtál találkozni, és hogy miért volt annyira fontos, hogy minden nap bemehess a Sixtusiba és a Vatikáni Múzeumban. Hát, hogy ezt én tovább tudjam gondolni, és hogy tovább tudjam ennek a folytonosságába, ebbe be tudjak csatlakozni. Tehát, hogy egyszerűen én nagyon fontosnak tartom, hogy ezt az egész európai kultúrát, ezt ezen belül a magyart is mi nyilván, de hogy mint európai kultúrát ezt vigyük tovább, és úgy építsük tovább, meg úgy gondoljuk tovább, hogy közben ismerjük ennek az alapjait, meg eredetét. Mondta egy olyan, akár ide is kapcsolatot, egy olyan érdekes mondat, hogy az új zene akárcsak a régi szakrális erővel is bír. Ezt kicsit kifejtett nekem, hogy ez mit jelent, hogy szakrális erővel is bír a zene. Jó kérdés, ezt milyen kontextusban hallottam egyébként. Nagyon jó példákat ragadsz ki. A modern zenéről beszélgettél, és valahogy arról volt szó, hogy a modern zene kapcsán, hogy ez nem egy ilyen köznapi zene, hanem ugyanúgy van szakrális terem, mint a régiek. Aha, de hogy vajon mit jelent számodra ez a szó, hogy szakrális erő? Hát igen, tehát hogy annak, hogyha valaki egy ilyen absztrakt dolgot csinál, mint a zenélés, és mondjuk ezt hitelesen csinálja, bár nem tudom, hülye szó ez, hogy hitelesen. De akár meg is fogalmazhatjuk, hogy ez mit jelent nálad. Hát igen, vagy akkor... De mikor érzed azt, hogy valaki hitelesen csinálja a dolgát, akár zeneszerzés kapcsán? Ha, jó kérdés. De mitől válik hitelessé valaki számodra?
attól, hogyha van egy világos gondolata arról, amit csinál, és teljesen mindegy, hogy az bármilyen szinten is kapcsolódik az én gondolkozásmódomhoz. De hogyha világos nekem, hogy miért csinálja, miért írja le azt a hangot, miért írja azt a darabot, hogyha nem kell, hogy a szavak szintjén világosan megfogalmazható legyen, de hogyha bejön az az érzés a darab végén, hogy aha, tehát, hogy értem ezt, akkor az nekem hiteles tud lenni. Tehát, hogyha értem, hogy miért volt ez az egész, amit most itt véghallgattunk fél órába, másfél órába, hova futott ki ez a folyamat, akár konkrétan filozófiai értelemben, vagy akár zenei értelemben, hogyha megvan ez az érzés, akkor az tud hiteles lenni nekem. Ugyanígy egy előadónál is. Aztán egyszerűbb egy az előadók kérdésén, csak a zeneszerzésnél ez egy érdekes kérdés. És ez hogy vezet el a szakralitásig, hogyha kicsit még lovagolhatok ezen? Igen, hát az, ami, tehát hogy biztos, hogy az absztrakció is ad egy szakralitást ennek az egésznek. Tehát maga a műfaj is biztos, hogy attól szakrális, hogy ez egy elemeltebb dolog, vagy egy szélsőségesebb dolog, mondjuk elénekelni valamit, mint elmondani valamit, és ezáltal fel lesz ruházva egyfajta szakralitással, hogy az absztrakció által, vagy azzal, hogy ez ilyen, hogy el van emelve attól, mint ahogy mi most itt beszélgetünk, és ez a mindennapjaink része, még ha egy mikrofon előtt beszélgetünk, de akkor is úgy tudunk beszélgetni, hogy ez egy természetes dolog. Kíváncsi vagyok arra, hogy te mit gondolsz, te is arra, hogy én, és ez így oda-vissza dobálódik, de hogyha valami ennyire el van emelve a hétköznapok szintjétől, hogy akár ki van rakva egy színpadra, vagy templomba, és énekelve van, vagy egy hangszeren van eljátszva, az biztos, hogy ad egy szakralitást, de ugyanígy egy Sixtus Kápolna mennyezetnek is valami ilyesmi jellegű a szakralitása. Tehát, hogy nem tudom, én valahogy úgy gondolok egyébként erre az egész európai, erre a nyugati világnak a művészi zenei hagyományára, ez valahol ott tarthat, mint a katolicizmus mondjuk a reformáció előtt. Tehát, hogy maga az a forma, ahogy a katolicizmus működött szerintem abban az időben, hogy nem minden szavakkal volt belemagyarázva az emberek fejébe, hanem zene, vagy vizualitás, vagy teatralitás által, az szerintem egy nagyon egészséges dolog, tehát maga az, hogy az ember nem csak állandóan dumál, meg mindenről dumál, hanem a más érzékszervekre is hat, és kinyitja, az egy nagyon egészséges és fontos dolog, csak hát ezzel könnyebben vissza lehet élni, meg mivel nem olyan konkrét, ezért könnyebben lehet vele... Bele magyarázni. Igen, ugye meg lehet vele kamuzni, meg mindent csinálni. Jó, hát igen. És akkor valahogy előjöhet, megszületett a reformáció, amikor ezeket újra kellett magyarázni a németül, meg az adott népnek a nyelvén, ezt az egész gondolatkört, ami kialakult, vagy hagyományt, ami évszázadok során kialakult, ami egy szükséges rossz szerintem. Én azt szűrtem le a dologból, hogy magyarul neked, hogyha egy zene vagy egy hang már megszól, az gyakorlatilag az már egy szakrális tér, mivel elemeltebb az abstrakciója által, mint bármi más az életben. Valójában igen, tehát igen. Köszönöm, hogy válaszoltál. Nem, hát őben valami ilyesmiről meséltél, tehát hogy az abstrakció maga az neked már egy szakrális tér, hiszen nem azt csináljuk, amit az életben egyébként csinálnánk. Igen, tehát hogy azt hiszem, hogy én tudom ezt az egész zenélést valahogy olyan szemszögből nézni, hogy ez nem feltétlenül, tehát hogy mivel tényleg nem ebbe nőttem bele, hogy ez nem ez a természetes, hanem ezzel valamit kell mondani nagyon, hogyha az ember csinálja, vagy nagyon kell valamit közölni, és ez egy szakrális dolog. Akkor nézzük meg, hogy te mit közöltél ezzel, mit szólsz hozzá. A te darabodat nézzük meg, a híres darabodat, ha lehet írni, ez a Pentatonsz lesz, jó? Amivel ugye a harmadik díjat is nyertél, és ebből is egy részlet lesz, csak nem tudjuk az egészet meghallgatni, jó. De utána kereshető bárkinek.
idáig hallgatjuk most meg. De ott voltak benne a kis madárkák, látod? amit mondotta, Árnonk úr rögtön. Látod, már is elemezhet egy saját hangodat. Azért, én miközben hallgattam, arra gondoltam, hogy hát milyen kitűnő dramaturgiai érzékkel felraktát, összeszerkesztettétek ezt a műsort a Dargai Marcival, most ebben mindenre vissza tudok utálni, amiről eddig beszélgettünk. Egy kicsit utaljunk is vissza, mit szólsz hozzá. Egy kicsit beszélgessünk, meg egy kicsit mesélj nekem erről a darabodról. Ugye a maga cím az eléggé önmagára beszél, a Pentatonus, hogy ez mit is vállal a darab, de egy mesélj rá nekem egy kicsit erről a kezdeséről, hogy miért és hogyan. Jó, ez ennek a darabnak az első változata az elmaradt zeneszerzés diplomámra készült, ami a Covid miatt nem történt meg, így adódott egy lehetőség itt az UMZF, Új Magyar Zenei Fórumnak a zeneszerző versenyén, ahol hát azon felbuzdulva, hogy hát először szomorkodva, hogy nem volt diplomakoncertünk a Zeneakadémia nagytermébe, én átírtam ennek a kiírásnak megfelelően ezt a darabot gyorsan, hamar, és hát azonnal a Nonóhoz visszacsatolva, ez egy monódikus darab, mert ez a darab úgy született, hogy van egy körülbelül 20 perces, 15-20 perces egy szólamú nyolcad mozgás, ezt én megírtam, vagy leggeneráltam, részben szeriálisan, részben ebbe belenyúlva, ami valamilyen szinten végig megvan, vagy úgy felsejlik a darab, vagy gyakran az ütősökön, ezzel a folyamatos nyolcad mozgással. Bocsánat, így gyorsan közben, a legeneráltam kifejezés, egy számítógépet feltételez. Nem, ez tehát ami nekem ilyen sorozatok. Ami csak kíváncsi vagyok az alkotási műfajra. Nem, szeriálisan, de írásban, tehát de papíron, igen. Tehát, hogy magyarul összeállítottál egy ilyen sort, ha úgy tetszik, ez nem feltétlenül 12 fokú, de vagy egy sort összeállítottál, annak a különböző fordításait rakosgattad szépen egymás után. Így van, különböző pentaton rendszerekből felraktam egy sort, és akkor ezeknek a permutációit, variációit egymás mellé szerkesztettem. És ebből raktál monodikusan egymás mellé annyit, hogy ez egy ilyen 15-20 perces. Így van, ebből lett egy formája a darabnak, részekkel, és már akkor belenyúltam, hogy hol kéne egy kis szünet, egy kis levegő, egy kis másféle anyag, hol kéne ezt elmodulálni, ezt az anyagot, tehát, hogy utána akkor ezt még alakítgattam, meg formálgattam, de akkor tehát is... Tehát ez volt az a hangzástérkép, amiről beszélgettünk. Így van, ez lett a hangzástérkép, pontosan. Tehát amikor én leültem konkrétan komponálni, akkor már volt egy ilyen előre szerkesztett, tehát, hogy ott volt előttem a Sibelius nevű kottaíró programban a partitúra, és egy szólam az be volt írva végig. És persze utána is ahhoz még hozzányúltam, meg befolyásoltam, de gyakorlatilag itt azt a lehetőséget hagytam magamnak, hogy a hangszerelésből és a dinamikából, de elsősorban a hangszerelésből, tehát a hangszínből csináljak egy dramaturgiai folyamatot. Tehát, hogy volt egy csontváz, vagy egy hangzástérkép, és akkor én innentől csak a hangszereléssel, a hangszínnel foglalkoztam, hogy hogyan tudok olyan hangszínt felrakni ebből az egy szólamból, ami vezet valahova egy dramaturgiai ív mentén. Is nézzük. Hát igen, azért mondom, igen, hogy a francia zene az közel áll hozzám, de hogy erre is mostanában jövök rá, most elkezdtem franciául tanulni, meg is fogok tanulni franciául a következő években, mert nagyon érdekel, valahogy magamra ismerek ezekben a franciás gondolkozásmódokba. Igen, szóval, hogy ez így született ez a darab. Nekem ez a motivum fejleszgetős német zeneszerzés, az nem igazán megy, szintén szólva, vagy vannak olyan darabjaim, de hogy valahogy ezt nem érzem olyan sajátomnak. De hát ez nem egy baj, hanem nem, egy alkat. Nem. És akkor, igen. És látom az arcon, hogy elnézést kérsz érte, de nem kérem. Hát nem. De hogy úgy hallgatni se, őszintén szólva, nem nehezen találom meg benne az én helyemet. Ebbe a franciás hangszín alapú gondolkodásba, és az olaszba pedig most már arra is visszatok csatolni, ott pedig tehát a dallam alkotásra, maga dallamosság, az azért biztos, hogy van bennem egy ilyen
ilyen naív dallamosság, vagy nem tudom, vagy igény. De nem mint negatívum, hanem hogy erre is jobban van bennem igény, mint erre a németes develop fejlesztős technikára. Aha. Én írok, akkor én pakolok egymás mellé mozaikszerűen dolgokat, vagy pedig ennyire csak hangszín alapján írok. És tulajdonképpen az a hangzástérkép után csak is kizárólag a hangszereléssel foglalkoztál, és így állt össze az egész dolog. Így van, így van. Így van. Értem egy olyat is, hogy színházi színpadi embernek tartom magam, elsősorban a dramaturgiai folyamatok, irányok határozzák meg a zenémet. Tiszta egyértelmű gondolatokra törekszem, amelyek mindenki számára világosak és érzékelhetőek, nem feltétlenül érthetőek. Ezt bontsuk ki. Hogy lehet az, hogy nem feltétlenül érti, de mégis világos és érzékelhető? Hát igen, hát valahol ez lenne szerintem a lényege ennek az egésznek, legalábbis számomra, nem csak a zeneszerzésnek, hanem minden másnak, amit csinálok, mind a zenekarvezetésnek, tanításnak, mindennek, hogy nem kell feltétlenül mindent megmagyarázni szavakkal, meg lefektetni szabályokkal, hiszen én is, amikor zeneszerzőként hallgatok egy új darabot, akkor én abból nem feltétlenül, sőt, nagyon, nagyon nagy részét nem értem, csak érzékelem, hogy azok az a folyamat az működik-e, vagy nem, és vannak kis olyan szegmensek, amiket a zeneszerző mondjuk szándékosan jól láthatóvá vagy érzékelhetővé akar tenni jó esetben, amit nyilván megértek, vannak olyan zenei gesztusok, ötletek, de hogy alapvetően nem az értelmez, nem az alapján ítélek meg egy kompozíciót, hogy én azt tudom-e lefordítani nyelvre és értelmezni, hogy nekem ez, én ezt megértettem el, hanem mindig van benne egy ilyen érzés faktor, tehát egy ilyen érzelmi faktor. Szóval én ezt nem gondolom, hogy ez bármiféle esztétikai megalkuvással járna, vagy hogy ez azt jelenti, hogy akkor ehhez szép zenét, vagy csúnya zenét, vagy szép és csúnya zenét kell írni, mert ezekben én nem hiszek, hanem hogy úgy kell egymás mellé pakolni különböző anyagokat, hogy az értelmezhető legyen egy nem szakmabeli laikus számára is, laikus, megint nem a legszebb szó, nem szakmabeli számára is. Igen. És én ezt próbálom csinálni egyébként azokon a zenei, kortárzenei beavató koncerteken is, hogy van egy Kérdezd a zeneszerző című sorozatom Székesfehérváron, az Alba Régia Szimfonikus Zenekarral, ahol mindig a jelenlévő zeneszerzőkkel beszélgetünk, én is mesélek a darabokról, és a közönség is kérdez. Tehát ez egy ilyen nagyon interaktív, ilyen közös élmény, beszélgetős élmény, és úgyse az a lényeg, hogy megfejtsük, hogy miről szól a darab, csak hogy egyáltalán hozzásegít a nyitottsághoz az, hogy már merünk róla beszélgetni. Tényleg, akkor itt megint a reformációhoz tudok visszakapcsolni az egyháznál, hogy nem az a lényeg, hogy mi most mindent értelmezzünk, meg doktrinákba foglaljunk, meg lefektessünk, meg egyértelműsítsünk, hanem az, hogy egy picit feloldjuk az embereket azáltal, hogy beszélgetünk is a darabokról. Tehát ezt a fajta feloldást szerintem el lehet érni jó zeneszerzéssel, meg plusz meg rá lehet segíteni egy picit kommunikációval. Uh-huh. És azt meg tudod egy kicsit fogalmazni, vagy verbalizálni, hogy mik a zeneileg egyértelmű, azt mondhatod, hogy egy tiszta és egyértelmű gondolat, hogy ez vajon mit jelent zenében? Hát jó kérdés. Nem, ez az, amit szerintem nagyon nehéz megfogalmazni. Ez az, hogy valami jól sikerül, vagy nem sikerül jól. Tehát magyarul, hogy tulajdonképpen, hogyha valami tiszta szándékot össze tudsz rakni, ami a hallgatónak is leesik, hogy tulajdonképpen, hogy ez akár egy érzelmi szándék, akár valami kifejezésbeli szándék, akkor az gyakorlatilag ez a tiszta és egyszerű gondolat, ugye? Hát igen, valami vagy csak olyan anyagok vannak már jó sorrendben egymás mellé pakolva, hogy az kiad egy, hogy mondjam, egy világos irányt, világos zenei irányt például, vagy kifuttat valahova egy zenei gondolatot, akkor... Tehát magyarul neked mindig kell, hogy egy célja legyen annak, amit akár írsz, akár amit hallgatsz. Igen. Aha. Igen. Tehát hogy kell, hogy a végén azt érzed, hogy itt most elmegyünk, itt belértünk a célba.
Igen, valószínűleg kell, ez is valószínűleg az életem minden területén is így van, de hogy persze nem az a cél, hanem a folyamat a cél, de hogy kell, hogy legyen valami cél. Ezzel nem így van mindenki, szerinted? Nem. Te nem vagy vele? Ja, hogy vagyok, az most az interjú szempontjából teljesen lényegtelen, de vannak emberek, akiknek nem kell egy célja legyen, hanem egyszerűen csak ugye ők egy állandóba hisznek, ami mindig van, és hogyha azt meg tudjuk hallgatni, vagy hallani, akkor az már nekik az oké, és az onnantól rendben van, de az, hogy nekik az nem cél. Tehát az nincs olyan, hogy az a zene beér egy célba is, hogy mi az, hanem egyszerűen csak, hogy valami egyesüljünk valamivel, ami szól, ami stb. Hát egy Morton Feldmannak is nagyon nehéz lenne megfogalmazni, mi volt a célja. Pont. Igen, de vagy egy Cage darabnak, tehát ezeknek azért igen. Van egy teljesen más iskola, ami teljesen máshogy gondolkozik erről. Nekem kell, hogy legyen egy cél. Uh-huh. Ahogy mondjuk egy hagyományos drámában is van egy cél. Tehát erre gondolsz akkor, amikor azt mondod, hogy színházi embernek tartod magad, hogy ez a fajta színházi drámabeli, ott is természetesen vannak olyan drámák, amikben nincs ilyen, de hogy az általánosságban jött. Igen. Most már ezen túl így fogom én is mondani. Most ezeket ilyen jól kihúztad belőlem, és megfogalmaztam. Igen. Tehát, hogy valami ilyesmire van szó. Tehát, érthető tetten a te színházból jövésed, vagy a színházban felnövésed. Azt hiszem, hogy igen. Tehát elsősorban itt érhető tettem. Persze biztos, hogy vannak olyan gesztusok, meg olyan esztétikai dolgok is, például nagyon közel áll hozzá mondjuk Brecht, és mondjuk a Kurt Weill-nek a zenéjével is gyerekkorom óta foglalkozom, és biztos, hogy vannak, ez is észreveszem a darabjaimban olyan fajta harmóniai, vagy ritmikai, vagy egyáltalán csak ilyen dramaturgiai gesztusok, hogy ilyen nagyon groteszk valami egyszer csak megjelenik, mint a Kurt Weill-nél. Ilyenek biztos, hogy vannak rendszeresen az ilyen darabjaimban is, mert valahogy ez úgy beépült a személyiségembe. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok is, de alapvetően ez, amit mondasz, hogy valamilyen cél felé tartás, az van. Igen. Szuper. Egy kérdésem van, Mácsó, hogy most dolgozol valami nagy dolgon? Vagy valami olyan, ami mostanában lesz majd hallható, vagy ilyesmi? Igen, most november 10-én lesz a Szegedi Nemzeti Színházban, a Szegedi Kortárs Balettel és a Szegedi Szimfonikus Zenekarral, ez a balett, amiről már meséltem, ez most a következő, aztán utána nekiállok írni egy darabot tavaszra az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnak, ahol csinálunk egy születésnapi koncertet Ötvös Péternek, és odaírok egy ötvös darabra reflektáló darabot. Úgyhogy ez a következő. És hát aztán vannak nagyobb, tehát van operaterv is. Megvoltam rá győződve, hogy most mondod, hogy hát három operatervem van. És hát az a helyzet, hogy van három operatervem, igen, de hogy azok mikor lesznek kibontva, meg hogyan, azt most egyelőre nem látom, de hogy azok folyamatosan vannak, tehát most, ami ilyen nagyon nem konkrét, például írtam egy opera librettot néhány évvel ezelőtt a Márainak a San Gennaro vére című regényéből, de azt hiszem, hogy én azt most elengedem egy néhány évre, mert senki nem akarja megvásárolni ezt a politikailag is, és társadalmilag is, és egyáltalán jogilag is a Márai jogok miatt kényes témát, tehát, hogy ezt most így félre lesz rakva, de most kettő másik témát is, most pont olyan időszakomban vagyok, hogy most olvasok nagyon sokat, és például van egy Szabó Magdához kapcsolódó. Sem lesz egyszerűbb a jogokkal, igen? Nem, van egy Bereményi Gézához is kapcsolódó, de ezt meg ő se tudja, úgyhogy majd fogok vele is erről beszélgetni. Szóval, hogy vannak most ilyen, amilyen nagy színpadi forma, azok még homályosan vannak nagyon, és ez a balett most az, ami konkrétum, valamint az egy másik Róma című kamaraoperámból, abból pedig készül egy operafilm, ami hát most már jó sok ideje készül, mert nem jutunk egyelőre dűlőre vele, vagy egyelőre nem tudta elnyerni azt a formáját, amit mi gondolnánk neki, de remélhetőleg előbb-utóbb ez is meg lesz. Dani, én ezt kívánom neked, hogy minél hamarabb realizálódjanak a nagy opera terveid. Köszönöm szépen, nagyon és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, mert szerintem szuper beszélgetés. Én köszönöm, nagyon jól éreztem magam. Köszönöm szépen.